wish I could disable my feelings. Hát nagyon kicsi, ami ugye a stresszelős embereknek kevésbé jó, mert hogy ugye nagyon látom az embereknek a reakcióját, mert mondjuk ez ugye Londonban sem játszunk sokkal nagyobb helyeken, de nagyon jól is szólt, én legalábbis belülről úgy hallottam, és hát nagyon élveztem. Legkisebbként azt tudom mondani a zenekar részéről, hogy a három találkozóból az első volt ugye a személyes megbeszélés, tehát nem olyan régóta vagyok tagja a zenekarnak, viszont annál sokkal büszkébb vagyok, hogy a tagja lehetek. Úgyhogy köszöntjük a színpadon, hölgyeim és uraim, Bornai Tibort! A dal pedig, amit eléneklünk, az Dráninak egy régi szólódala, amin én, hát nem nevelkedtem, hanem próbáltam éppen kiheverni az első ideg összeomlásomat. Valószínűleg nem az utolsót. De nem a dal miatt. Nem. Zavarban voltam, hogy a Bornai Tiborral duettet énekeltünk. Tehát hihetetlen alsótagozós kisiskolásnak éreztem magam. De ennek ellenére nagyon jól sikerült meg. Hát ez egy nagyon nagy álom volt, ami megvalósult. És amikor végre lett a dalnak, hogy már vége, játsszuk el még egyszer című érzés volt. Vannak praktikus okai is, meg vannak lelkizős okai is. Amikor, ugye ez nem titok, hogy én a gimnázium után Kolostorban laktam egy évig, ahonnan utána kirúgtak, és a Kolostorban elég sokáig, illetve hát majdnem végig Kft-t hallgattam, jelesen egy lemezüket, az Édes Életet, ami akkor már nem volt új, de még régi sem, tehát szín 90-es évek elején járunk. És voltak a Tibornak olyan dalai, amik nagyon sokat jelentettek nekem egy elég nehéz időszak átvészelésében. Ilyen volt például Mindig van remény, ami már ugye nem Kft. Dal volt, hanem az, hogy szóló lemezéről. Ez volt a lelki háttere. A tévutak erdejét bejártad sokszor magányosan, mondogasd, neked, vagy ordítsd, ha kell, hogy mindig van remény. A gyakorlati része, amikor felléptünk a fonogram diátadón, akkor az a nagyon furcsa helyzet állt elő, hogy ugye több olyan emberrel szorongtunk ott hátul a backstage-ben, akik gyerekkoromban, vagy nekem gyerekkoromban hőseim voltak. Tehát itt a popzenétől az undergroundig, tehát Csepregi Évától a Bornai Tiborig, tehát ez egy hihetetlen szürreális élmény ott hátul velük együtt sminkelni, meg tehát ilyen, ez valami borzalmas, furcsa. És akkor az volt, hogy lejöttünk a színpadról, és nagyjából az első ember, aki úgy kezdte el rázogatni a kezemet szinte könnyes szemmel, hogy ez csodálatos, és hogy ő nem jut szóhoz, az a Bornai volt. És akkor azt mondta, hogy ez flash. Tehát akkor az ember hősei így szembe jönnek, és azt mondják, hogy jó vagy. Na és itt ismerkedtünk össze, akkor aztán leültünk ebédelni egyszer vagy kétszer beszélgetni, és amikor jött a felkérés, hogy játszunk itt, és hogy milyen jó lenne, hogyha minél több vendég lenne, hogy ez is volt az egyik kérdés a műsor részéről, hogy ugye Bíborka ő adott volt, mert ő szokott velünk énekelni amúgy is, és akkor milyen jó lenne azt a bizonyos dalt elénekelni a Bornaival. És akkor megkérdeztem Balázs, hogy szerinted, és mondta, hogy nekem mindegy. És akkor felhívtam a Bornait. Vannak neked hőseid, Balázs? Nekem nincsenek. Mindig van remény, hogy célhoz ér. Mindig van remény, arra gondolj. Mindig van remény. Más egy nem angol anyanyelvi befogadónak, és más egy angol anyanyelvi befogadónak, mert azért a szövegekben itt elég rendes, kőkemény depresszió van benne. Én legalábbis úgy gondolom. Sokan mondják, hogy nem egyértelműen szóval. A szomorúság az egy jelző. De azért a szokásos tesztet azért csináljuk meg. Van itt olyan, aki még nem szedett antidepresszánst életében? Kezeket fel!
Ez túl sok. Nem jött össze. Én azt gondolom, hogy mondjuk ez a zene, talán ez a, hogyha létezik ilyen, hogy szép szomorúság, talán én így a bizonyos dalokat, amiket én nagyon szeretek mondjuk a lemezről, vagy a koncertprogramból, azokat így tudnám. De nyilvánvaló, hogy azért mi is érezzük azt, hogy azért kellenek ilyen feloldások, ezért van mondjuk egy págó-págó. Págó-págó. Vagy azért van egy first day. That could be the first day. Vagy azért van dob az overture-ben, mert hogy ezek így kellenek. De meg kell nyugtassalak, nem járunk össze szeánszra. I just wanted you to hear, just wanted you to see, the things you want to hide will make you really free. Sziasztok, mi vagyunk a The Unbending Trees, ez pedig az MR2 akusztik arccal a dalnak. Ilyen vidáman sem beszéltem még. Köszönjük szépen!